Évente közel 1200 állat kerül be a mené az állatokért alapítványhoz. Nem csoda tehát, hogy nagy munka visszajutatni a kis kedvenceket eredeti gazdáikhoz, vagy új otthon találni számokra. Ráadásul télen jellemzően kevesebb állatot fogadnak örökbe az emberek, mint a tavaszi időszakban. Azonban idén az alapítvány sikereket ért el ezen a téren, legalábbis ami a kutyákat illeti. Nagyon örülünk neki, mert le tudtuk csökkenteni azért egy elég kellemes szintre a kutya létszámot, tehát nagyon kényelmesen egy-két-három kutya van kennelenként. Ez így nekünk nagyon kellemes, és sokkal jobb a kutyáknak is. Most macskákkal vagyunk egy kicsit megszorulva, mert rekordmennyiségű, több mint 170 cica került be hozzánk ebbe az évbe, és most ősszel ez is szintén nagyon lecsökkent, nagyon kevés cicát adunk örökbe. Közel 30-40 cica az, ami most örökbefogadásra vár el tudtuk őket egy nagy fűtött szobába helyezni, de vannak még a macska karanténba is cicák. Várják nagyon a cicák is örökbefogadóikat. Emiatt az alapítvány most külön akciót is hirdetett. Minden menhelyes macska elvihető ingyen, ivartalanítva a szükséges oltásokkal. Az alapítvány munkatársai azt kérik, hogy aki örökbefogadáson gondolkozik, nézze meg előtte a www.menhely.eu oldalt, ahol minden örökbefogadható négy lábot megtekinthet. Ez azért is fontos, mert a járványhelyzet miatt be kell tartani a szükséges szabályokat. Egyszerre például csak egy család mehet be a telephelyre.